Több sportági szövetséghez hasonlóan március közepén a koronavírus járvány miatt a Magyar Kézilabda Szövetség is felfüggesztette valamennyi bajnoki és kupasorozatát. Mivel ezeket meghatározatlan ideig nem lehet folytatni, a szövetség elnöksége az elmúlt héten úgy döntött, hogy a sorozatokat befejezetté nyilvánítja úgy, hogy a helyezéseket nem osztják ki, és nem lesznek kiesők, illetve feljutók. A kisvárdai női csapat az NB1-es tabella 10. helyén állva a Magyar Kupában a legjobb 8 közé jutva fejezte be a csonka szezont. A nyáron azért egy nagyon-nagyon átalakult csapattal kezdtünk neki a bajnokságnak. Új stáb alakult ki, rengeteg új játékos érkezett, nem csak első osztályból, hanem akár másodosztályból is. Aztán gyakorlatilag a bajnokság kezdése előtt, illetve az első fordulók után elvesztettük a két irányítónkat rajtunk kívülálló okok miatt. Ugye az egyik legmeghatározóbb, legrutinosabb játékosunk Tamara Radajovics várandós lett. A Dajka Peti el sem tudta kezdeni a bajnokságot, hiszen sérülten érkezett az egyesülethez, úgyhogy ez a felkészülés után a bajnokság legelején teljesen átírta a tervünket, illetve terveinket. Ebben az időszakban nagyon nehéz volt játékos találni, és nem is találtunk első osztályból igazolható játékost, így NB1-ből igazoltuk a Dudás Georginát, aki hozzáteszem, így utólag mondom, hogy az elvárások fölött teljesítette a feladatát, és segíteni tudott a csapatnak. Úgyhogy egy 8 hetes felkészülés után gyakorlatilag kezdhettük előre a munkát, ami nem túl egészséges így bajnokság közben, de hát nem tehetünk róla, nem volt más választásunk, meg volt kötve a kezünk. Figyelembe véve minden tényezőt, hogy hogyan alakult a csapat, hogyan vágtunk neki a szezonnak, a biztos bennmaradás elérése érdekében ne essen ki a csapat, azt gondolom, hogy a csapat ezt maga biztosan teljesítette. Egyetlen másodpercig sem volt kieső pozícióban a csapat, folyamatosan 8-9-10. Helyen voltunk valahol a 14 csapatból, ami azt gondolom, hogy ezzel az átalakult fiatal, rutintalan kerettel, és a rutintalan keretet elsősorban az irányító lövő pozíciókra értem, egy jó eredménynek mondható. Voltak kiemelkedő mérkőzéseink, ahol nyilván be tudtuk biztosítani mindig az aktuális pozíciónkat, és azt, hogy ne legyenek különösebb gondjaink és kérdéseink a bennmaradást illetően. A folytatásról még korai beszélni, de az biztos, hogy a szakmai stáb és a játékosok többsége maradt Kisvárdán. Ugye március közepén a játékosokat elengedtük, és mindenki egyéni program szerint dolgozik, minden héten megkapják a következő hét programját. Ezt különböző mérőeszközökkel, polárórákkal tudjuk ellenőrizni, illetve mérni. Minden héten konferencia beszélgetéseket tartunk a játékosokkal, illetve mindig kapnak idézőjeles elméleti feladatokat, különböző mérkőzéseket elküldünk nekik interneten, amelyeket elemezniük kell a meghatározott szempontok alapján, hogy egy picit azért foglalkozzanak a kézilabdával is. Sajnos most még minden képlékeny, hogy mikor tudunk újra kezdeni, és mikor tudjuk elkezdeni a következő szezonra a felkészülést, mert egyáltalán még az is képlékeny, hogy mikor kezdődik a következő idény és szezon. A tervünk az az, hogy júliusban elkezdjük a közös munkát, amennyiben erre lehetőség lesz, és az aktuális szervek engedélyezik ezt. A jövő évi keretünk 99%-ban készen van, megvan, azt várjuk, hogy mikor tudunk elkezdeni dolgozni.